felfegyverkezett, derűs, italos, szép napot kívánok mindenkinek. A nevem Rickenbacker Erik Gusztáv, azonban csak Rednek Erikként szeretem hívni és hivatni magam. Ennek oka, hogy a Rednek életformát választottam. Elmondom miért. Vidéki császkai mindig is elszoborított, hogyha bálpesti vérszegény bölcsészkórok a pucos helyekről rendszeresen kinéztek. Csak azért, mert bementem felszedni a vérszegény, baszatlan, élvetek csajaikat. Mondom én, hogy baszatlan, nézed meg eztetet. Ráadásul nem csúszik a bugya az olyan szövegektől, hogy... Létezik egy gendertudomány, vagy egy gender szemléletű tudomány, ami... Tehát ők nem alkalmasak arra, hogy oda tegyék. Én meg nem férek oda, mert a paraszt vagyok. Paraszt. Azt hiszik, hogy így néznék ki a vidékiek. Hát ki hord ilyen gúnyát? Nem is látszik a lányoknak a csecse. Nem is tudni, hova teszik. Hova teszik? Hova teszik a töltött cigarettát? Elmondanám, komáim. Nem parasztok vagyunk, hanem redenekek. Hinnye, hát akkor ma pont úgy néz ki, mint az önök a testvérem. Hey, még zászlónk is van. No, nem ilyen, hanem ilyen. Azt sem tudod eldönteni, hogy ez a Tisza City, vagy a Duna. Vagy a Duna City, vagy a Tisza. Hiszen pont mint a rednekek, mint kis folyók mentén szerveződő agrárközpontú, házi alkohol orientált, ezért persze magas alkohol kultúrával rendelkező csoportok vagyunk, akik szeretik a motorsportokat, persze a küzdősportokat is, az önbíráskodás. És szégyen, nem szégyen, szeretünk rokonokkal hálni. Pont mint Jerry Lee Lewis, a legnagyobb király. Vagy a mi királyaink, a Habsburgok. Micsoda orrog és állak. Én mondom, ők sem vetették meg az unokatesókat. És persze a királyok sportja a horgászat. Hint, de szép halad van, Jani! És nyilván közösen utáljuk a másvallásúakat. A rohadt komcsikat. Városi ficsúrokat. És persze mindenkit, aki nem olyan, mint mi. És ha már csoport vagyunk, követeléseink is legyenek. A közterületen való alkoholfogyasztás legalizáció. Nem kell magyarázni. Több nyilvános budit, hogy ne kelljen állandóan az utcán húgyozni. Szerintem az egyértelmű az előzőből következik. Szabad fegyvertartás 762-es, szabad fegyverviselés 0-22-es kaliberig. Teljesen egyértelmű. Meg kell valahogy védeni magadat hullarészeken is. Horgászati és vadászati engedélyrendszer felszámolása, helyette éves fejkvóta és napi egy rendszer bevezetése. Egyszerű. Kalasnyikov plusz erdő egyenlő jó buli. Az egészségügy privatizációja a kommunizmus maradványainak felszámolása részeként. Na erre majd még visszatérünk, hogyha józan lesz. Ez bonyolult. Adócsökkentés. Ezzel nem kell túlmagyarázni. Azon közelet fizetni. A központi kormányzat költségvetési súlyának csökkentése. Az áfa legyen az egyetlen adó nem, amellyel nem az önkormányzat rendelkezik. Ne döntsenek győri képviselők a Nyíregyen befizetett adóról. Tolna megy a megszüntetése, Békés és Csongrád család összevonása, mert az alliteráció nagyon zavaró. 4-5 sor után alig tudom kimondani. A dohánykereskedelem felszabadítása. Ne kelljen már ének évadján trafikot keresni, amikor az ember már tök részegesen fogyott a cigarettája. Az egyházak megadóztatása, a katolikus egyházra külön pedofiladó kivetése. Ha már nem tudjuk megakadályozni, hogy gyerekeket marasztáljanak, hát fizessék meg az árát, faszom! Céljainkért való küzdelem természetesen a terméketlen félholdban kezdődik. A terméketlen félhold a Budapestet körülvevő nullás főútnál húzódik, és a legváltozatosabb kékfényhíreket szokta szolgáltatni. Narkós karambol, minden héten, hétvégén érten. Vérfertőzés Sziget-Szent Miklóson, drogdíler Nyugger Gyálon, újabb vérfertőzés a jó egy Pécelen, és az Aszaúdi Javítóintézet válogatott hordott történetei. És hogy félhold legyen a félhold, ott van még Monor, a debil módon elkövetett gyilkosságaival. Úgy is van szépen kirajzolója a félholdat. Ott is van Cséfaraszt, ahol én felnőttem. Ahol a buli kezdődik, szépen be is karikáztam. Itt élünk békességben. Édesapámmal, a nevelőanyámmal, meg na jó, hát igazából a testvérem képét még csak körözési fotón láttam.
Gyertek meg, és mutatom, hogy élünk minket. Gyertek itt a kis műhelyünk. Csináltunk baltát. Többet is, mert nem működik. Sajnos. Ja, itt többet is, nagyobbat, de lassan jön. Hát itt csinálják az ilyen dolgainkat az öreggel, csak hát az a szesz, ott főzzük a moonshine-t. Rögapámtól megvakult tőlünk a szar. Ez nem lopott az sem. Ja. Most kicsit rendetlenség van, mert tavaly leégett, amikor a főző kigyulladt, aztán nem volt valami vidám a buli, elaludtunk az öreggel a tűz mellett, mert elaludtunk. Ja. Mit csináljuk? Na, ez az egy kis magántörletem, minden az enyém. Főleg a horgászbotok, elég sok a horgászbotom, mert szoktam néha egy kicsit magamban lenni, meg a horgászbotokkal. Nem is nagyon van igazából már. Na de egyelőre ennyit rólam. Térjünk is vissza a mozgalomépítéshez, és kezdjük meg a toborzást. A helyi kosárlabda csapat bővítése kiváló apropójához szolgál egy régi, kedves hagyomány gyakorlásának. Mások társakat kellett kerítenem, akik velem tartanak a kalandban. Szia, Erik vagyok. Azért telefonálok, mert a Monori kosárlabda csapatban játszik egy nigériai fiú. És a családjával ide költöztek, Csévre. Szóval gondoltam, hát ha lenne kedved mondjuk a hétvégén elmenni házuk elé keresztet égetni. Igazd meg, a kurva Isten, hogy te nem vagy normális. Ó. Oh. Hello? Picsem. Hello, szia Jessica! Azért hívlak, mert a Monori csapatban játszik egy nigériai fiú. Nemrég költöztek ide, a családjával Csívre költöztek. És arra gondoltam, elmehetnénk hétvégén a házuk elé keresztet égetni. Van kedved jönni? Keresztet égetni? Bazdok, nem megyek sehová, főleg nem keresztet égetni, nem vagy normális. Akkor nem? Nem, úristen, nem! Jó. Szia, puszilom a hugodat. Jó, átadom. Terhes még. Na, szia. Elvetette. Okés, majd beszélünk. Csá. Csá, szia. Szia, azért... Mi ez a zaj? Hol, kocsmába vagy? Nem, az öldiket lett szóba felettem, holnap a szóba lennék. Ja, igaz, mindig iszik. Na, azért hívtalak, mert a Monori kosárcsapatban játszik egy nigériai srác, és a családjával Cséfarasztra költöztek, és hát el akarok menni a hétvégén keresztet égetni a házuk elé, és van-e kedved jönni? Bazd meg, Erik, kettőlem vagy volnál is, nem hiszem el, bazd meg, van. De kurvára nem fognak kihozni bazd a jahatból, kettő is, ahogy nem megyek el sehova. Jó. Majd akkor majd beszélünk. Jó. Jó. Csá. Jó hívás. Szia. Hamar világossá vált számomra, hogy a jövőrednekjei nem a barátaim közül fognak kikerülni. Kellett találnom hát egy olyan helyet per eseményt, ahol már kész, működőképes, funkcionáló gyári rednek komákkal futhatok össze. Na de vajon hol van ez? Ez nem más, mint a Monster Truck Show! Nézzétek, milyen művészien táncolnak, ugrálnak ezek a kecses kreálmányok. Ez a művészet, nem a balett. Itt Kelet-Európában ezt a fajta szórakozást a Martini Team Hungary tudja biztosítani. Utána is néztem, merre lépnek fel legközelebb. El is jutottam,
a vidék és a város tökéletes mesdjére, határjára, Soroksárra. Soroksár egyáltalán nem nyomasztó, rideg vagy barátságtalan. Soroksár barátságos és szép, egyáltalán nem jellegtelen. A nagy nap előtt alaposan kipihentem magam, korán lefeküdtem, majd későn is ébredtem. És egészséges reggelit vettem magamhoz. Majd egy szépítő alvással indítottam a napot. Majd rendbe szedtem a fizimuskámat, azzal kezdve, hogy igényesen megborotválkoztam. Kiválasztottam az alkalomhoz tökéletesen illő ruhaviselet, majd némi frissítővel kedveskedtem magamnak. Az első pillanattól imádtam az egészet, és nagyon-nagyon lelkes voltam. De hiába nagy elfogultság a végén ehelyett, valami ilyesmit kaptunk. Csalódottságomat még az egy szem, ám de nagyon vonzó rednek lát sem tudta felettet. Bánatomat nyilván alkoholba folytottam, ahogy örömömet is szoktam, meg igazából az összes érzelmemet. Úgyhogy alaposan felöntöttem magaratra, és szomorúságomból újabb reménysugár tudott csak előcsalogatni. Mi a baj, Erik? Nagyon kiütötted magad. Kicsit aggódom, érted? Az a baj, nincsenek is rednekek se, a Monster Trucks, a nagykerekű nincs, sehol nincsenek. A barátaim nem akarnak velem rednekek lenni, ha ott nincs, sehol nincs. Nem tudom, mi lesz így. Hey, lesz roncsderbi! Roncsderbi! Ó, a roncs derbi. Ott aztán tudják, mitől döglik a légy, micsoda autócsodák, micsoda járművek, micsoda technikai megoldások. És a légkör is családja. Éjjazottam az egyik adokat testvére. A kis rászként tudta volna, hogy roncs derbi autóversenyző is lehetek, azonnal abba hagyom az iskolát. Lehet, hogy ő is abba hagyta. Ezt csak egyféleképpen tudhatom meg, hogy a személyesen kérdezem meg tőle. Márpedig ő lesz az új legjobb barátom is példaképpen. Tartsatok hát velem ti is a legközelebbi roncsderbire, részegen, szabadon, felfegyverkezve.